Egy 19 éves jászapáti férfi pénzt kért 65 éves nagyapjától. Felmenője 5000 forintot adott az unokának, azonban azt keveselte, még 10 ezret követelt, amit a sértet visszautasított. A fiatal ekkor egy kalapáccsal fenyegette meg nagyapját, hogy a házában kárt tesz, és őt is megveri. A sértet így sem adott pénzt, ezért unokája megrongálta az ablakokat. A megrettent, sértett kibicegett az udvarra mankójával, mire az unoka utána ment és tovább fenyegette, majd a kalapáccsal rácsapott a védtelen férfi kész fejére. Ekkor nagyapja átadta neki a kér tízezer forintot, a fiatalember pedig a kalapácsot eldobta távozott. Bejelentés követően a rendőrök rövid időn belül elfogták az elkövetőt, akit rablásbüntet miatt hallgattak ki. A nyomozás során azt is megállapították, hogy az unoka az elmúlt három évben havi rendszerességgel követelt erőszakkal és fenyegetéssel különböző összegeket a nagyapjától. Tovább azt is megállapították, hogy november 18-án egy társával csaptelepeket, televíziót és mosógépet loptak el az ingatlanból. Kollegáim így a férfi terhére zsarolás és lopás büntettét is köleközölték, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A tettes korábban társával, akinek elszámoltatása folyamatban van, a nagypapa házának fürdőszobájából három csaptelepet lopott el, továbbá magukkal vittek egy televíziót és egy elöltöltős mosógépet. Is. A nyomozók ezért zsarolás és lopás büntettét is a férfi terhére rótták. A nyomozó hatóság őrizetbe vette a férfit és kezdeményezte letartóztatását.